Fogadj Györökbe egy helyiséget a Szent Margit Kórházban. Ezzel a címmel indította meg kampányát az Óbudai Intézmény. A partneri együttműködés keretében ennek köszönhetően a kórház helyiségeit, a betegellátás értekeit figyelembe véve fejleszthetik, felújíthatják, berendezhetik. A kezdeményezés az óbudai lakos Gallai Cakó Borbála ötletéhez köthető, aki a kórházban adott életet gyermekeinek. Ezért hálája jeléül levelet írt Buss Balázs polgármesternek az ötlettel, aki továbbította azt Badacsonyi Szabolcsnak, a kórház igazgatójának. Hát a Fogadj Örökbe, ez arra vonatkozott, hogy a kis emberek, akik nem tehetik meg, hogy nagyobb összeggel támogassák a kórházat, akár egy órával, egy információs táblával, egy festéssel, akármivel kötődhessenek a kórházhoz, kifejezve hálájukat, illetve kapcsolódhassanak ide, és azt érezhessék, hogy a kórház egy kicsit az övék is. Én akkor elég küldtem a polgármester úrnak ezt a félig nyitott mailtem, és nagyon szépen köszönöm a kórház vezetésének, hogy meghallottam. Az intézmény igazgatója a kampány céljáról beszélt. Az általunk is feltöltött kezdeményezés, és ennek nyomán a most útjára induló kampány legfontosabb célja szerintem, hogy a nagy fejlesztések, mint amilyen az intézmény energetikai korszerűsítése, a központi radiológia kialakítása, központi műtő fejlesztése, vagy egy új művesebb centrum kialakítása mellett a kisebb, de a betegek és a kollégák komfort érzetét jelentősen javító korszerűsítéseket is el tudjuk végezni, és reményünk szerint ennek köszönhetően még inkább otthonosabbá, de legalábbis kevésbé riasztóvá tudjuk tenni kórházunkat a hozzánk érkező betegek és hozzátartozóik számára. Buss Balázs, Óbuda Békásmegyer polgármestere hangsúlyozta, az önkormányzat elkötelezett a kórház fejlesztése mellett. Alapvetően azért támogatjuk ezt a kezdeményezést, mert pont belekapcsolódik abba, amit mi közösségépítés címszalat mondunk. Ez a kórház az óbudaiaknak talán az egyik legfontosabb az életünkben, akár a születéstől a betegségekig, az összes élethelyzetünkre gondolhatunk. Kezdetben óbudai téglajegyekből épült ez a kórház, legutóbb több mint 22 000 aláírással támogatták az óbudaiak ennek a kórháznak a fejlesztését, és ez a fajta kezdeményezés pont azt mutatja, hogy hogyan tud a lakosság, a cégek, mindenki részt venni ennek a kórháznak a fejlődése érdekében. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok a kezdeményezőnek, a kórháznak is, hogy nyitott volt, a magunk részéről meg továbbra is azt a támogatást biztosítani fogjuk a kórháznak, amit idáig is. Csak az elmúlt 3 évben 53 millió forinttal támogattuk a kórház fejlesztését. Bízom benne, hogy a jövőben is ugyanazon a magas színvonalon fogja az óbudaiak egészségét szolgálni, hogy idáig. A Szent Margit Kórház fejlesztése mellett tavaly az önkormányzat kezdeményezésére aláírásgyűjtési akció indult. Ennek során több mint 22 000 ember állt ki az intézmény mellett.